Sziasztok! A mai videó témája a Tennessee Walking. A Tennessee Walking ló, avagy Walker, Amerikából, Tennessee államból származik. A tenyésztők olyan ló létrehozására törekedtek, amely még több órás lovaglásokon is kényelmes, mégis elegáns, mutatós. Azt mondják, ha valaki egyszer felül egy Tennessee Walkerre, az másnap vesz magának egyet. Ezen a lovon a lovaglás kivételesen kényelmes, három egyedülálló jármódjának köszönhetően, ami a lapos lépés, a rohanó lépés és a hintaszék vágta. Természete barátságos és ragaszkodó, ami ideális választással teszi családi lóként, vagy kezdő, esetleg kevésbé magabiztos lovasok számára. A modern Walker csodálatos megjelenésű jószág, amelynek finom vonalú, elegáns feje, értelmes tekintete és kecses nyaka van. Sokféle színváltozatban létezik. Hobby lovaglásra, túra lovaglásra, angol és western stílusú versenyágakban is használják. Az én gyűjteményemben jelenleg 5 darab Tennessee Walking ló található, van köztük Breyer, Collecta, Safari, Schleich és Peterstone. Kezdve a legkisebbel, ez egy Breyer Stablemate, szóval majdnem a legkisebb méretű modell ló a Breyerek között. Gyönyörű szép színe van ennek a pacinak, egészen a sötét csoki barnától a világos, majdnem hogy narancssárgáig. Egyetlen egy pici zoknia van a hátsó lábán, és egy icipici csillag a homlokán. Az ő szeme két színnel van festve, és egy nagyon szép zöld szalagot is kapott a sörényébe. Ez a póz nagyon közkedvelt a gyártók körében, mert ezen kívül még 2 ló is ebben a pózban lett megalkotva más-más gyártótól. Sorban a következő a Safari Tennessee Walking, amin ugye látszik, hogy pózban teljesen ugyanolyan, mint a Breyer Stablemate volt. Színében egy picit eltér, meg ugye méretében is egy sokkal nagyobb figura. A festése nagyon szép, sötét barnából majdnem, hogy feketébe átmenetes. A sörényében van 2 icipici fonat, aminek a végén piros masnik vannak. Nagyon cuki, van az orrán egy hosszú fehér csík, a szeme neki egy színnel, ugye feketével festett, és a nózia csillogós. A patái feketék, és ő ezüst színű patkókat is kapott. Ugye Safarira jellemzően az ő hasára fel van írva, hogy ő egy 2006-os modell és egy Tennessee Walking. Következő lovacskánk a Collecta Tennessee Walking, ami szintén hasonló pózban áll, mint a másik 2, amit már megnéztünk. Egy kicsit különbözik, szóval nem teljesen ugyanaz, de nagyon-nagyon hasonló. Collectára ugye jellemző, hogy könnyű figura, ugyan nagyobb, mint a Safari, de még így is sokkal könnyebb. Tapintásra is sokkal puhábbnak tűnik, bár nem annyira puha, mint mondjuk egy Bulliland. Festése neki egészen különleges, ilyen érdekes, narancsos, aranycsillogású színt kapott ez a lovacska, bár egyébként semmi különleges nincs benne, nem egy speciális kiadás. A sörénye és a farka hófehér, és van egy nagyon szép fehér csík a homlokán, az orra pedig rózsaszín, az orrlyukai pedig fényesek. A szemecskéje egy színnel van festve, mint ahogy az a Collectára jellemző, és neki patkói nincsenek, ám a patái is ilyen halvány arany csillogást kaptak. Ugye a hasára neki is fel van írva, hogy ő egy Tennessee Walking ló, és hogy Collecta. Kiadás éve pedig 2011. Következő lovacskánk a Schleich Tennessee Walking. Nagyon sokan megjegyeztétek, hogy nem jól ejtem ennek a márkának a nevét, most már igyekszem korrigálni. Szóval ez a paci egy teljesen más pózban, egy ilyen nyugodt, álló, figyelő pózban lett megalkotva. Nekem nagyon tetszik, szeretem azt is, hogy eltérő. A többiektől nem egy szokványos Tennessee Walking megjelenítés. A színe ilyen csoki barnából, ilyen sötét barnába átmenetes. A sörénye farka egyforma színű, van 4 darab zoknia, kisebb, nagyobb, és egy fehér kis csillag a homlokán, a szeme egy színnel van festve, és bizony még ezüst színű patkók is vannak rajta. Ezt a pacit szerintem sokan ismeritek, talán sokatoknak meg is van otthon a polcon, én nagyon szeretem. A hasára ugye neki is fel van írva a
gyártási éve, azaz 2011, a fajta ezekre a lovakon nincs feltüntetve, de a márka mindenképpen ott figyel. Utolsó lovacskánk erre a videóra pedig ez a nagyméretű Tennessee Walking, ami egy Peter Stone figura. Ő ugye egy üreges műanyagból készült modelló, színében ilyen nagyon erős narancssárga színt kapott, van rajta ugye 4 darab zokni, világos paták és ezüst színű patkó is látható rajta. A fején van egy kis csillag, a szemen nagyon érdekes, egészen más, mint amit eddig megszoktunk. Nagyon részletes, nagyon szép. A kisebb lovakkal ellentétben ezek a nagyok, főleg a Peter Stone, nagyon-nagyon odafigyel a részletekre, ugye az izom kidolgozására, még az erekre is egyik-másik modellen. A sörénye és a farka gyönyörű szép, itt lehet látni ugye a sörényét is, illetve a másik oldala neki így néz ki, gyönyörű szép színátmeneteset a teste végig. A festése neki azért érdekes, mert ő ilyen nagyon fényes, lakkos festést kapott, szóval az alapfesték réteget még egy réteg lakkal, vagy valamilyen fényes festékkel vonták be. Ez olyan szempontból nagyon jó, hogy az alapfestéket védi, szóval ezek a lovak sokkal kevésbé kopnak, mint a többiek. Viszont én azért nem vagyok a rajongója a fényes, lakkos felületnek, mert tükröződik. Én szeretem a lovakat kivinni a természetbe, és szép helyeken fotózni őket, de egy csillogó felületű lónak egyrészt nincs olyan valósághű hatása, másrészt tükröződik benne minden. Úgyhogy őt például én nem viszem ki fotózásra, de polcon fantasztikusan szép, főleg mondjuk egy szép LED világítással nagyon mutatós tud lenni. Stone lovaknál a hátsó lábuk belső felén van feltüntetve, ő egy 2004-es modell, és ugye rajta van, hogy egy Peter Stone figura. Hát ők lettek volna az én Tennessee Walking lovaim. Írjátok meg nektek, hogy tetszik ez a fajta, melyik ló tetszik a bemutatottak közül a legjobban, illetve melyik van meg nektek, vagy melyiket szeretnétek előbb-utóbb megszerezni. Kíváncsian várom a kommenteket. Én nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!